egy hatalmas kő van a szíven helyén, és szerint most bántani nem szeretnék, de tudod jól, Elizre várok én. Devecseri lakosok építő szándékából és munkájával Sebestyén Géza építész tervei alapján elkészült a város kemencéje. Az ünnepélyes átadóra nyárbúcsúztató kemenceparti és rockfesztivál keretében 2016. szeptember 17-én került sor. Ferenczi Gábor polgármester köszöntő beszédében méltatta az alkotókat, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a kemence, valamint a rendezvény létrejöttéhez. Itt szeretném megköszönni a nagy érdemű előtt az alkotóknak, idősebb Kurdi Istvánnak, ifjabb Kurdi Istvánnak, Kurdi Tibornak, akik a kőműves munkákat végezték az elmúlt hónapokban, és Németh Péternek, Kovács mesterünknek, aki a kovácsolt vas részeket készítette el teljesen önzetlenül, akárcsak a Kurdi család tagjai, akik felajánlásból készítették a kemencét a város számára. Beszélgetünk itt a rendezvény előtt, hogy miért is jó, ha van nekünk egy ilyen kemencénk, miért is jó, hogy a közösség itt ezen a téren rendelkezik egy ilyen műtárgyal. Hát mind a mellett, hogy azt gondolom, hogy az urak itt mellettem elmondható, hogy valódi, igazi városépítők, ugyanis egy településnek alapvetően a lelke nem abban áll, hogy hány forintért veszünk térkövet, hány milliárdért valósulnak meg beruházások, hanem a lényeg ott van a lakó közösségben, azoknak az embereknek a munkájában, akik ha kell, önkéntesen, önzetlenül, áldozatos munkájukkal, társadalmi munkában is hajlandóak segíteni a saját településüket. És talán valami elindult az elmúlt időszakban, ugyanis nem ez az első ilyen alkalom, hogy egy olyan dologgal bővült a településünk, ami egy összefogás eredménye, ami önkéntes munka áldozatos eredménye. Ez a kemence is ebbe a sorba illeszkedik. Számomra polgármesterként a legfontosabb, hogy Devecserben megszervezzük az itt élő lakosságból Devecser város közösségét. És azáltal, hogy ez a kemence elkészült, itt valóban a téglák egymásba tapasztásával, ezeknek a fém alkatrészeknek az összekovácsolásával valóban a közösség egységé kovácsolása zajlik. És minél több olyan rendezvényen veszünk részt közösen, ahol valamilyen plusz dologgal bővül a település, és együtt tudunk ennek örülni, akkor elmondhatjuk, hogy valóban nem csak lakosságunk van, hanem egy közösség, ami alkotja itt a településen élőket. Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak, akik bármiben hozzájárultak ahhoz, hogy ez a piactér használhatóvá váljon. Engedjék meg, hogy elsősorban megköszönjem még azoknak a munkáját, akik Devecser városban a startmunka programban vesznek részt, tehát a startmunka programban résztvevő dolgozóinknak, akik a tér kialakításában rengeteget tevékenykedtek. Szeretném megköszönni azoknak, akik a kemencéhez üveget hoztak. Szeretném megköszönni a Leijer téglagyárnak, aki az anyagot biztosította, és mindenkinek, aki a mai esemény létrejöttéhez hozzájárult. Mindannyiuknak nagyon jó szórakozást kívánok! A köszöntőt követően a Langallóé, a Rokké és nem utolsó sorban a jó hangulaté lett a főszerep.
A hagymával, szalonnával, kolbásszal, tejföllel gazdagon terített, tönkölylisztből készült finom kenyérlángost, borsos hajnalka és kislászló készítették elő az általános iskola konyháján, melyet a tűzmesterek az alkotók által felfűtött kemencében sütöttek meg. A tálalásról a Miss Somló szépségverseny devecseri indulói, Csenki Rebeka, Hóbor Szilvia, Lakatos Letícia és Olasz Georgina gondoskodtak. A fergeteges hangulatot az Ajkai Rockband, a Faterok, a Tapolcai Rolling Band és a devecseri hangárzenekarok biztosították. Brunner Ferenctől, a Faterok együttes vezetőjétől megtudtuk, hogy a rockfesztivál szervezése Nagy Sándor satya érdeme, aki a fellépő zenekarokat a barátság szellemében hívta meg. Egy hatalmas kő van a szívem helyén, és szerint most bántani nem szeretnék. Öpülök jól, vízre várok én. Hogy miért bántanul én, egyszer ilyen itt hagyott és vissza sosem én, hiszen 24 évig nevetett rajtam el is. 24 éve a szomszédomban él, én hallottam a léteit, ha este hallani, ó, most hova jelsz, mit csinál, mire vált drága elég. Ó, én nem tudom, hogy miért, de váratlanul én, hogy egyszer ilyen itt hagyott, és biztos sosem én, hiszen 24 év csak nevetett rajtam elég. 24 éve a szomszédomban él, hallottam a léteit, ha este hallani, ó, most hova jelsz, mit csinál, kire válsz drága elé. Ha már csak emlék, mikor még nem voltál, azóta az ég az anyád. Idő, hogy gyorsan száll, amikor nem vagy itt velem. Elfog a rettegés, mindenki zajra felébred. Mert azt hiszem, megjöttél. Hey!
itt, amikor éjjel itt marad. Magányról álmodik a remény, ahogy megjöttél, rögtön ősz lesz, majd hirtelen tél. Más lesz a föld, és más a világ, ha van hord a szél. Azok a boldog szép napok ég veled, te nem tudod, milyen jó nélkülen. Azok a boldog szép napok ég veled, te nem tudod, milyen jó nélkülen. Mikor még nem voltál, az volt az igazi nyár. Idő, hogy gyorsan száll. Csináltam utcabát, és voltam utcagyerek. De a rock'n'roll diplomához nem jár díszteret, és utcanév talán saját nem leszek. Könnyem és örém, Brunner Ferenc! Let's go.
messze, beindulom gyorsan, mint a kőszeggel, mert véletben a rakát rossz hiszem. Neked szól, amit így gondolom, zenét ír, nekik jó, hát játsszunk meg, csak a rock and roll. Szól a rock and roll, mert mindenkinek ez a jó. Szól a rock and roll, mert mindenkinek ez a jó. Szól a rock and roll, mert mindenkinek ez a jó.
Trombita nem köcsei már!